A Gajdós zenekar néhány tagját köszönhetjük, majd Vessünk számot című népzenei műsorokat hallhatjuk a következő percekben. Énekel és hegedül Szabó Adrián, fúvós hangszereken és brácsán Okos Tibort hallhatjuk majd, a nagybőgön pedig Vörös Dániel fogja kísérni a zenekar többi tagjait. Kérem, fogadják őket a folytatásban is szeretettel. A Magyar Kultúra Napját gondoltuk, arra is felhasználjuk, hogy ebben a nagy számvetésben az ország elmúlt évszázadaiban is turkáljunk, történelmében, muzsikájában. Így tesszük ezt a következő számban is. A kezemben tulajdonképpen a zenekar névadója, a Gajd, azaz a Duda, a magyar Duda, a Gajd a Gajdos. A Dudán játszó ember a Gajdos. Így ebben az esetben én. Azért turkálunk az évszázadokban, mert már Bethlen Gábor is, erdélyi fejedelmünk, megmondta, hogy úgy gondolja, hogy a Duda a magyarok első mozsikájok. És egy egészen archaikus mozsikát szeretnénk játszani, így elsőként, negyedikként. Egy kis somogyi táncmozsikát. Thank you.
Köszönjük szépen régi korok muzsikáját, ígértük, egészen a középkorig visszamegyünk. A 12.-13. századtól ugyanis már magyarok vándoroltak át Moldvába, a történelmi Magyarország nagyjából székelyföldi területéről, és úgy maradtak. Tehát amikor Moldvába megyünk, akkor még mai napig is időutazást teszünk több száz évet vissza az időben, és ez nem csak az életmódban, hanem a napinnapok nehézségeiben, hanem a muzsikában és a táncban is tükröződik. Úgyhogy egy kis moldvai muzsikát, a középkor magyar üzenetét. Édes Gergelem, kedves Gergelem!